A DXN Ganodermás kávé. A DXN Ganodermás kávé szinte kivétel nélkül úgynevezett blend kávék, vagyis a két legismertebb kávéfajta, az arabika és a robusta keverékei. 80%-ban arabika és 20%-ban robusta kávét tartalmaznak. Ez egyébként a legelterjedtebb keverési arány is. A világon több mint 70 kávéfajta létezik, de csak az arabikát és a robusztát termesztik és fogyasztják széles körben. A legfontosabb különbség közöttük, hogy az arabika kényesebb a termesztési körülményekre és a kártevőkre, kevesebb a koffein tartalma, ezért kevésbé keserű, viszont ízletesebb. Az ára körülbelül a duplája a robusztának, amely igénytelenebb, robusztusabb. Akár 10 méterre is megnőhet, és a magasabb koffein tartalmának köszönhetően keserűbb és ellenállóbb a kártevőkkel szemben. A legújabb hírek szerint az arabika ültetvények a túlzott nemesítés miatt komoly veszélybe kerültek, sokan már a fajta végét jósolják. Másrészről a szakértők bevezették az úgynevezett fine robusta fogalmát, és kidolgozták a szabályait. Ugyanis kiderült, hogy ha a robusta fajta megkapja azt a kitüntetett figyelmet, a termesztés, a betakarítás és a pörkölés során, amire szüksége van, hasonlóan kiváló kávé készíthető belőle, mint az arabikából. A DXN ehhez a biokörülmények között termesztett, és kézzel szedett kávékeverékhez adja hozzá a Ganoderma gomba kivonatát.